Jó reggelt! Igen, dr. Mester Csaba ügyvéddel fogunk beszélgetni. Találts ügyet. Bocsánat, akkor elnézést. Találts ügyet. Igen, azt mondta, jól mondta. Ja, jó, azt hittem, hogy valamit rosszul mondtam. Ez egy nagyon állandó probléma szerintem, hogy éljünk együtt a szomszédainkkal, főleg amikor új helyre költözünk, hogy mi számít csendháborításnak, mi nem. Az aktuális házban ki a főnök, mert mindig van egy főnök néni egyébként. A házmester. De rajta kívül is én azért azt tapasztaltam, hogy mindig van, és szerintem nincsenek az emberek mindig tisztában a csendháborítás fogalmával, hogy mi számít. Mi számít pontosan annak? Jó reggelt! No, egy szép nagy területbe vágunk itt most bele. Van egy olyan terület, amit a jog valóban úgy hív, hogy szomszédjog, de én úgy gondolom, hogy a nem jogi végzettségű laikus ember, ami már az ön kérdéséből is kitűnik, az nem csak a klasszikus szomszédjogi problémákat érti a szomszédjog alatt, hanem azt a területet, amit a jog birtokháborításnak is nevez. Mert a birtokháborítás is azért leggyakrabban szomszédok között fordul elő. Vannak klasszikus szomszédjogi problémák, amik olyan problémákat rendeznek, amik egyébként nagy rész pontosan is birtokháborító magatartások lennének, de a szomszédnak adott esetben a békés együttélés véget meg van engedve. Tehát, hogyha például valamilyen munkálatot kell elvégeznem a telekhatáron, a kerítésemet, hogyha oldalhatáron áll a ház, a hátsó falát megcsinálni, stb. Vízelvezetést megoldani, akkor egyébként én nem mehetek be másnak az ingatlanára, de itt a szomszédjog alapján meg van engedve, hogy belépjek az ingatlanra. Persze, hogyha ott kárt okozok a munkálatokkal, akkor azt köteles vagyok megtéríteni. Meg se tilthatja a másik fél, hogy... Pont ez, hogy nem tilthatja meg. Egyébként ez birtokháborítás lenne. Hogyha én csak úgy be akarok menni valakinek az ingatlanára, amit ő nem szeretne, akkor birtokháborítás. De itt a jog megengedi. Ugyanez a történet klasszikus és már 2000 évvel ezelőtt a római jogban is szabályozták. Mi van, hogy a telekhatáron vagy telekhatáros közel álló fának az ága átnyúlik, a gyümölcs, a termény átullik, akkor azt átmehet felszedni, hogyha ezt felszólítása nem teszi meg, akkor a szomszéd tulajdonjogot szerezhet rajta és a saját tulajdonába veheti. Tehát vannak ezek a klasszikus szomszédjogi dolgok. Ugyanakkor igazándiból ott van a birtokháborítás. Mert az például, hogy csendrendelet. A csendrendeleten valószínűleg azt értjük, hogy nincs egy univerzális szabályozás, kerületi vagy települési önkormányzatok megszabhatják azt, hogy bizonyos típusú olyan rendezvényeket, mulatságokat, akár közterületen, akár magánterületen hány óráig lehet olyan hangerővel vagy olyan módon megszervezni, hogy az előírt, amire miniszteri rendelet van, hogy mi az decibelben meghatározva az a hangmennyiség, amíg nem szállít zavarónak, oké, ők szabályozhatják. De ez nem csak a csendre vonatkozik, mert a zavarásnak, a birtokháborításnak milliónyi formája van, egészen odáig, hogy valakit kivetnek a birtokából, saját ingatlanáról kizárnak, kidobnak, stb. Egészen odáig, ami elsőre olyan jelentéktelen nüansznak tűnik, hogy a szomszéd kutyája vonít-e az ablakom alatt, vagy nem vonít az ablakom alatt. Ügyvéd úr, beszéljünk egy picit a más típusú ingatlanokról, mondjuk a társasházakról, és hát Lola érintett ebben a történetben, hiszen hát saját elmondásod szerint ugye téged feljelentgetnek. Engem nem is az, hogy feljelentgetnek, én ugye felköltöztem. 10 évig albérletben éltem, mindig én voltam a legfiatalabb, és mindig jött valaki, aki rendet tett, hogy én miért főzök éjszaka. Nem tudom, hogy honnan tudták, hogy miért főzök éjszaka. Illetve ami nagyon érdekes az, hogy most mennyire vékonyak a falak, vagy mennyire nem. Este 10 után lehetőleg ne beszélgessünk, mert hogy hallják. Amit egyébként én értek, csak nagyon sok dolog van, amiért viszont én nem szólok, mert azt gondolom, hogy egymás mellett élünk, és vannak dolgok, amiket pontosan el kell viselnünk, így. Hogy ez komolyan vehető. Ezt a jog nagyon pontosan kezeli. Ugye már Arisztotelész azt mondta annak idején, az ember zoon politikon, társadalomban élő az a szociális állat. Vannak előnyei az együttélésnek, azon előnyei, amelyek, hogy egy emberi közösség meg tudja magát védeni, hatékonyabban tudja mind a természettel szemben, még amikor az emberi társadalom létrejött, mind ellenséges társadalmakkal szemben védelmezni magát, de az együttélésnek vannak hátrányai is nyilvánvaló módon. És azokat a hátrányokat, amelyek nem kirívóak, el kell viselni annak érdekében, hogy az emberi társadalom előnyeit élvezhessük. Ezért a jog azt mondja,
mind a birtokáborításnál, mind a szomszédjognál, hogy mindenki köteles tartózkodni az olyan magatartástól, amellyel másokat szükségtelenül, különösen szomszédait, szükségtelenül zavarná. És itt jön a nagy mérce, a szükségtelen. Mindig egy adott lakókörnyezet, közösség, nek az együttélési formája, milyen típusú házban, milyen településen, milyen település részen élünk, az megszabja azt, hogy mi számít szükségtelen zavarásnak. Vagy például, ami a hétköznapokban szükségtelen zavarásnak minősülhet, az például, hogyha én építkezek a szomszédban, akkor nyilvánvaló módon a szomszédnak nagyobb kell legyen a tűrés határa, mert mindenki felépíti valahogy azt a házat. Egyébként senki nem veszi jó néven, hogyha a szomszédban állandóan kalapálnak, meg fúrnak, faragnak, meg stb. De egy építkezés esetén el kell tűrni, mert valahogy fel kell építeni a házakat. A szükségtelenen van a kulcs. Igen, de nagyon-nagyon szubjektív a szükségtelen. Tehát, hogy most mit értünk, tehát, hogy a Lolának szükséges mondjuk ezért, 11-kor főznie. Ezért van az. A szomszédnak meg ez szükségtelen. A szükségtelen, ugye, ahogy érzékelik, egy azért szubjektív mérce. Van a társadalomnak azért általában egy adott közösségen belül egy általánosan kialakult, még a jogon is túlmutató szokásrendje, ami bizonyos helyzetekben megnyilvánul jogi normákban, helyi önkormányzati rendeletek, este 10-ig lehet, vagy 9-ig, vagy meddig lehet utcabált rendezni, stb. Valamikor ez nem nyilvánul meg jogi normában, de van egy kialakult életrend, életvitel abban az adott lakókörnyezetben. És amikor a szubjektív mindenféleképpen a mérce, de a jogalkalmazónak, és ezért van az, hogy minden egyes ügy, minden egyes jogi eset egyedi, mert ugyan a törvények igyekeznek a lehető legnagyobb mélységig szabályozni ezeket az életviszonyokat, ugyanakkor képtelen lenne bármilyen jogalkotó arra, hogy minden eshetőségre gondoljon, mindenféle olyan magatartásra, ami előfordul a hétköznapi életben, és esetleg másokat zavar. Volt, amikor kísérletet tettek erre, mert a 19. század második felében a Poroszországban megkísérelték, hogy minden életviszonyt szabályozzonak a polgári törvénykönyv keretében, és született egy ilyen körülbelül 11 ezer szakaszos törvénykönyv. Nehéz. Ez csak annyit, hogy a klasszikus polgári törvénykönyv, ami tavalyig hatályban volt Magyarországon, összesen 685 szakasz volt, tehát összevetve ezt a dolgot, az sem volt sikeres. Mindig a jogalkalmazó a jogszabályok tükrében megnézi, hogy abban az adott szituációban mérlegelve azt mondom szomszédjognál, birtokáborításnál, hogy milyen település, milyen lakókörnyezet, milyen ház, valóban az hogy van megépítve, mert van, ahol jobban hangszigetelt, vastagabbak a falak, van hangszigetelés, nincs hangszigetelés. Ami annyiban maradhatunk, hogy ami a normál hétköznapi életvitelhez tartozik, például a főzés, például a beszélgetés, az semmilyen körülmények között nem lehet birtokháborító, zavaró magatartás. Hát hívhatjuk, vagy hát hívhatják, igen. Igen, a szakértőnket lehet kérdezni a 06-35-15-93-99-es telefonszámon. Egy nagyon-nagyon rövid kérdésem lenne még, bocsánat. Mit tegyünk, ha nem tudunk mit kezdeni a szomszédunkkal? Nem menekülhetünk, szóban próbáljuk meggyőzni, vagy jelentsük fel. Ezt majd megbeszéljük, jó? Én szerintem első a kommunikáció, tehát a szomszéddal beszéljük meg, próbálkozunk egy ilyen jellegű lépést. Rendkívüli célszerű, ha bármilyen jogvitát először mindig békésen kell. És akkor utána, hogyha már semmi nem használ, akkor forduljon. Utána jöhetnek a Galád ügyvédek. Igen, dr. Mester Csaba ügyvéd úr, tehát várja akkor az önök hívását, meg a TV2 Live applikációnak kérdéseket, és még visszatérünk. Köszönjük szépen!